néven készül kormányváltásra az ellenzéki szövetség. Szigorodott a fémtörvény, a lopások visszaszorítása a cél. A tűzoltók szabadították ki a roncsból, halálos baleset Horton. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Botka László szerint két lehetőség közül választhatnak a szavazók április 6-án. Vagy a jelenlegi kormánynak adnak újabb felhatalmazást, vagy a múlt héten átkeresztelt ellenzéki összefogásra és a kormányváltásra szavaznak. Az MSZP választmányának elnöke Gyöngyösi sajtótájékoztatóján azt mondta, minden egyéb szervezetre leadott voks elveszett szavazat. Óriás plakátok helyett személyes találkozókon és lakossági fórumokon népszerűsíti az ellenzéki összefogás jelöltjeit az MSZP és négy szövetségese. Botka László, a Szocialista Párt választmányi elnöke a Gyöngyösi Fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hiába lesz tucatnyinál is több jelölt az áprilisi országgyűlési választáson, aki kormányváltást akar, annak az ellenzéki szövetségre kell szavaznia. Az ország mind a 106 választókörzetében, itt Gyöngyös és térségében is igazából teljesen független attól, hogy 17 vagy 20 jelölt lesz a szavazólapon, egyetlen kérdés lesz minden választópolgár számára, akarja a kormányváltást, mert ha akarja, csak egyetlen jelöltre tud szavazni, ez pedig az MSZP és a szövetségesek jelöltje, mert a 106 választókörzetben mindenütt, vagy a Fidesz, vagy pedig reményeink szerint a mi jelöltünk fog győzni. Botka László szerint az új egyfordulós választási rendszerben minden egyéb szavazat elveszik. Sós Tamás, a kormányváltás gyöngyösi jelöltje azt mondta, a következő egy hónapban szeretnék a választókerület mind az 56 településen ismertetni programjukat, amely az MSZP Kelet-Magyarország programjára épül. A munkahelyteremtést kívánjuk előtérbe helyezni, valójában a Mátra erőmű ipari parkját, Gyöngyösi ipari parkot, Pétervására, Verpelét, Bélapátfalva térségében szeretnénk fejleszteni. Ezentúl korábbi üzemekben, például Sirokban, de a Recski térségben is megvan a programunk. Ennek kapcsán új munkahelyeket szeretnénk teremteni. Emellett az oktatás és az egészségügy területén is kidolgozott programmal rendelkeznek, mondta Sós Tamás. A két politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi kormány az elmúlt 4 éves teljesítményével nem számolt el, és arról sem beszél, mire kér felhatalmazást a mostani választás során. Változott márciustól a fémhulladékok eladásának és felvásárlásának szabályozása. A műemlék és kábellopások visszaszorítása érdekében mostantól egyes hulladékok csak NAV vizsgálat után külön engedéllyel adhatók el. Ha valaki nem tartja be a szabályt, bírságolják, de akár az engedélyét is bevonhatják. Gyöngyösön csak az elmúlt hetekben több szobor is eltűnt. Az új szabály értelmében ezeket azonban már nem, vagy csak nehezen lehet eladni. És az is sokat kockáztat, aki megveszi. Vasúti sín, ipari kábel, csatorna fedél, sorolja a telepvezető. Ezek március 1-től csak akkor adhatók le a mélytelepen, ha azt előzőleg a Nemzeti Adó és Fámhivatalhoz, mint fémkereskedelmi hatósághoz bejelentették az értékesítők, és azt a NAV visszaigazolta. Ezzel a szigorítással szeretnék visszaszorítani a fémlopásokat. Egy csatorna fedelet őrizgetnek itt évek óta, mutatja a telepvezető, ami egy pótkocsinyi vashulladékkal került a telepre, azóta is várják a gazdáját. Egyébként ilyen hulladékokat magánembertől már évek óta nem vásárolnak, de nem is jellemző, hogy illegálisan szerzett fémeket akarnak itt értékesíteni, mondja Nagy Gábor. Égetett kábelt mi már 4 éve nem vásárolunk, pontosan ilyen szempontok alapján, hogy a háztartásban ugye ilyen anyag ritkán keletkezik egy normál körülmények között. Fémforgácsot és szobormaradványokat úgy szintén nem vesznek át NAV engedély nélkül. Ha valamelyik telephelyen ilyenre bukkannak az ellenőrök, szigorúan büntetik. A büntetés tételét én nem ismerem. Annyit tudok, hogy nagyon szigorú. Tehát telephelyengedély, elvonás, horrorisztikus pénzbüntetés, stb. Ellenőrzik nálunk is természetesen. Fémipari hulladékot csak a környékbeli cégektől vásárolnak, azokkal viszont megállapodást kötnek, és egyes értékesítések alkalmával külön igazolást állítanak ki. Lényeges változás még, hogy természetes személy maximum 3 köbméternyi fémhulladékot tárolhat az ingatlanán. Halálos baleset történt szombaton, Horton. Egy személyautó sofőrje elvesztette az irányítást autója fölött.
majd az útpatkának csapódott. A felborult és összeroncsolódott járműből csak a tűzoltók tudták kivágni az autó vezetőjét, de a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni az életét. Szombaton reggel 7:30 előtt riasztották a hatvani tűzoltókat és a mentőket ahhoz a balesethez, ami Horton az Ecsédi úton történt. Egy személygépkocsi sofőrje eddig tisztázatlan okok miatt elvesztette uralmát járműje fölött, majd az útpatkának csapódott és felborult. Az autó annyira összeroncsolódott, hogy csak a tűzoltók tudták kivágni a sofőrt az autójából. Szombaton reggel felborult egy személygépkocsi Horton az Ecsédi úton, a sofőr pedig a járműbe szorult. A balesethez a 60-i hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a beszorult személyt feszítővágó segítségével mentették ki. Ezt követően átadták a mentőszolgálat munkatársainak, azonban ők már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A szerencsétlenül járt autót egy 37 éves petőfi bányai férfi vezette. A balesethez kérkező rendőrök a műszaki mentés idejére a teljes útszakaszt lezárták, amit csak 11:30-re nyitottak meg újra. Begyszermentes keresztény élet címmel tartott előadást dr. Tóth Csaba Attila a Kolpingházban. A főorvos ezen az estén arra próbálta ráirányítani a figyelmet, hogy a hit és a tudás segíthet csökkenteni a vegyszerek negatív hatásait az életünkre. Gyors ütemben fejlődik a világ, ezzel az üzenettel nyitotta a Vegyszermentes keresztény élet című előadását dr. Tóth Csaba Attila. A főorvos szerint a fejlődés részévé vált a vegyszerhasználat. A mai ember számára már elképzelhetetlen, hogy pirula nélkül gyógyuljon ki egy betegségből. A teremtés rendjébe való beavatkozást próbáljuk megmutatni, hogy gyorsult fel az elmúlt évszázadok, évezredek során, és milyen terápia van erre. A vegyszerek nem kiküszöbölhetőek az életünkben, hiszen megtalálhatóak az élelmiszerekben, az italokban és a gyógyszerekben is. Dr. Tóth Csaba Attila azt mondja, a hit és a tudás jelenti ezek ellen a terápiát. Az érdeklődők nagy része tagja a Kolping családnak, ezért is tartották fontosnak, hogy meghallgassák az előadást. Én Kolpingos vagyok, egyébként minden előadáson itt vagyok. Érdekel a téma, ami ki volt írva, a vegyszermentes élet valószínű, mert egyébként tudjuk, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy tele van minden, élelmiszer, gyümölcs, minden, sajnos. Ez az előadás egyébként a Keresztények az egészségért előadás sorozat része volt, amely hamarosan tovább folytatódik a Kolpingházban. Reggel ugyan még 0 fok közelében van a hőmérő higanyszála, napközben azonban már a 13-16 fokot is eléri. Még érdemes melegen öltözni, nem sokára azonban jöhetnek az átmeneti ruhák. Idősebbek, fiatalok és gyerekek már most kihasználják a kiránduló időt. Csiripelő madarak, virágok a kiskertekben, kiránduló párok. Hivatalosan is itt a tavasz. Az enyhe tél után a tavasz is korán érkezett, amit sokan ki is használnak. Imádom a pataknak a csobogását, tehát ha láttak előbb, hogy itt ültünk tényleg, és nyugodtan, és behunyt szemmel, és csak élvezzük a napot, a madárcsicsergést, a patakcsobogást, tehát nekünk ez egy szuper élmény. A nyugdíjas pár gyakran kirándul ezen a környéken, még annak ellenére is, hogy nem a közelben laknak. Mi Valasagyarmatról jöttünk, és megmondom őszintén, hogy akkor, amikor úgy lelkileg, fizikailag ki vagyok borulva, akkor nekünk ez a kedvenc kiránduló helyünk. Tasi Zsófia is férje is a Mátrát választotta kikapcsolódásként. Azt mondják, legközelebb a gyerekeket is magukkal hozzák. Pár napra jöttünk a férjemmel ezúttal a gyerekek nélkül, csak mi ketten kikapcsolódni, és nagyon jól érezzük itt magunkat. A héten végig napos, ám kisészeles időre lehet számítani. 13-16 fok körül alakul majd a nappali hőmérséklet, ezért aki csak teheti, menjen kirándulni. A Bébron gyöngyös győzelemmel fejezte be a bajnokság alapszakaszának küzdelmeit. A Szese Győr otthonában 10-10-es első félidő után 29-23-as magabiztos győzelemmel zárta a mérkőzést a gyöngyösi csapat. Bakosék a második játékrészben hamar 5 gólos előnyt alakította ki, amit a végjátékig sikerült is megőrizni. A Bébron gyöngyös a rájátszás előtt 31 ponttal áll a tabellán, csak úgy, mint a Balatonfüred, amely mindkét alkalommal döntetlent játszott a gyöngyössel az alapszakaszban. Egymás elleni összevetésben jobb a Braunos gárda, az idegenben lőtt több gólnak köszönhetően, Füreden 31-31, míg gyöngyösen 22-22 volt a mérkőzések végeredménye. Az összgólkülönbség azonban a balatonpartiaknak jobb.
A győri mérkőzés után Gulyás István edzőtől megtudtuk, hogy kicsit lassan kezdődött a mérkőzés számukra, mindkét oldalon kiváló kapus teljesítményeket láthattunk. A második játékrészben azután megnyugodott a csapat, és kezébe vette a mérkőzés, és összességében megérdemelt győzelmet aratott. A labdarúgó megyei első osztályban elkezdődött a tavaszi bajnoki pontvadászat. A gyak hazai pályán a Borsod Nádasd ellen magabiztos 2-1 arányú győzelmet ért el, Tóth Tibor a 27. Klavács Krisztián a 63. percben lőtt góljaival. További eredmények: Domoszló Verpelét 2-0, Detk Besenyő Telek 4-2, Szőlőskert Nagyréde Herét 2-2, Füzesabon Gyöngyös Halász 1-2, Markaz Maklár 2-2. A tabellán továbbra is az éren a gyak, második helyen az Egerszaló, harmadik helyen a Markaz található. Bruttó 3-3 forinttal csökkenti a gázolaj és a benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. Legutóbb február 26-án változtak az üzemanyagárak, akkor a MOL ugyanennyivel, bruttó 3-3 forinttal emelte a gázolaj és a benzin literenkénti nagykereskedelmi árát. A lakosság közel 80%-a a mai napig postai csekkel fizeti számláit, pedig ma már sokkal olcsóbb és kényelmesebb megoldások is léteznek. Ráadásul még pénzvisszatérítést is kaphatunk, ha a hitelkártyánkról csoportos beszedési megbízással rendezzük, például közüzemi vagy egyéb számláinkat. Végül pedig nézzük, hogy hogyan is alakultak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 325, a MOL 13245, az OTP 3746, a Richter 3564, a TVK pedig 3830 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 5 órakor 16899 ponton állt, ami addig 231 pontos csökkenést jelez. Végül pedig nézzük mai híreinket röviden. Új néven készül kormányváltásra az ellenzéki szövetség. Szigorodott a fémtörvény, a lopások visszaszorítása a cél. A tűzoltók szabadították ki a roncsból, halálos baleset Korton. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!